Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcón, és a mai videóban pedig Euró 2020-as standard csomagok, tehát nem a kickoff, hanem a rendes Euró 2020-as csomagokkal fogunk játszani, hiszen megtaláltam, hogy még, Jé, mondom, van egy pár csomagom, nyomjunk vele valamit, 8 kártyás pakok ezek is, viszont elgondolkodtam, hogy mi lett volna, ha nem dobják ki a kikofot, és a rendes medrében a vírus nélkül lezajlik az EB, akkor ezekkel a csomagokkal milyen lett volna a döntő. Tehát Olaszország, Anglia, ugyanúgy behozom az eredményjelzőt, és nézzünk meg egy újabb EB döntőt újra töltve a rendes Euró 2020-as csomagokkal, úgyhogy bármelyik csapathoz tartozik kártya, vagy logó, vagy játékos, tök mindegy, akkor az a csapat szerzett egy gólt, ennyire egyszerű, úgyhogy nyomjuk is! Ebbe is vannak rérek, van minden, tehát még a hátulja is ugyanúgy néz ki. Itt legalább van kód a kártyák hátulján, aki szereti ezeket az alkalmazásokat. Goldstapper holland kapus, nagyon szépek a csillogósak itt is. Azt kell, hogy mondjam, fordítunk spanyol, Orazaba, majd utána egy elvedis, Vájci, Pavlenka, Brethwaite, Dan, majd utána Tegdemir, egy Stankovics és egy Dendo a végére nekem őrületesen tetszenek, mélysejt alakú ilyen visszatükröződés, még a teammét lapokon is három csillagos. jó volt ez a széria is, szerintem. Na de nézzük, következő. Ez egy Robert Lewandowski fejkártyás, kapténkártya. Angol logó, ott van a gól. Anglia vezet egy nullára. Olaszország ellen szerintem azért ez nem visszahosszatatlan. Lesz itt még több gól is. Mehmedi, majd utána Pavlenka. Ő már nem volt az előbb? Dehogy nem. Na mindegy, jó van. Bernardo Silva. Micsoda fej. Jó ég. De leállí! Hogy kikerült ő is a válogatott medréből? Nem tudom, nincsen jó formában. Sérülések is voltak nála. A lényeg, hogy itt viszont megszerzi a második gólt Angliának. Niklas Süle majd utána egy török úriember, Lewandowski marad elől, első félidőnek vége, jöjjön a második félidő. Itt a rérekre az esély azt mondja, hogy 12 csomagonként, tehát tulajdonképpen semmi esély, hogy rét nyitunk. Na majd meglátjuk. Holland válogatottnak a logója, ugye az új szériában meszkártyák vannak, nem logók, ennyi a különbség. Hoppá, itt mintha félre csúszott volna a sablon a vágógép, Portugália. Ott az alja meg van csípve egy másik kártyának. ő, oké, okay, érdekes. Majd utána Kristensen, Kopenhágai stadion. Egy Eriksen. Jó ég, kell üljön előre. Szőncső. Majd utána egy Pickford a végére, itt a Finn. És közben már látom, hogy alatt ott a Pickford kártya. Ezt nem gondoltam volna azért, ez meglep. 3-0 Angliának. Most már kapus is gólt tud szerezni jó formán mindenki gólt lő ezen a meccsen, aki akar, még a logó is. Elképesztő. Na jó van, Olaszország, szedj össze magát azért, kérem szépen. Nézzük az utolsó csomagot, a svájci logóval kezdünk, majd utána itt is nagyon necces van kiszámolva, olyan furcsa ez, mindegy, svájci csapatkép, Zsordiába, spanyol, Euró 2020-as logó, atom jól néz ki, majd utána egy kapus, aki már, ja, ő különlegesben volt, a holland kapus, oké, okay, Seferovic, Süle, ő is volt már, Mbabu, hát azért jöttek duplák négy csomagból is, és Anglia kapott gól nélkül lehozta ezt a meccset, 3 0 ra megnyerték. Ma azért ez szép volt egyébként, meglepett, hogy Olaszország egyáltalán nem tudott gólt szerezni, de hát megnéztük ezekkel a régebbi Euro 2020-as csomagokkal is ezt a, párosítást, ezt a döntőt, remélem, hogy azért tetszett nektek, igyekszem majd hamarosan az újabb szériákkal is jönni, de hát várom a magyar megjelenést. Addig is legközebb találkozunk, jók legyetek, sziasztok!